Meguntad már a Team of the Year eventet? Se baj! Nézzük meg, hogy holnaptól milyen változtatások lesznek a játékban. Kezdjük a Tottival. Holnaptól meg fog jelenni a Nominated C, a skill game-ek pont ugyanolyanok lesznek, mint a B-ben, és a jutalmak is nagyjából hasonlóak, de nézzétek, hát egy újdonság, retromez, nem izgalmas? Nyilván megvannak a Toti játékosok is, egy 91-es Rafael Leao az AC Milánból, illetve Ødegaard az Arsenalból, egész jó opciók lesznek, de nekem Ødegaard fog kelleni az exchange-ek miatt. A C-s útotti küldetések is kilékelődtek, játékosok helyett mostantól egy 91-es Mascheranót kapunk univerzál rank itemként. Ez azt jelenti, hogy a kedvenc csomagomat még csak a B szekcióba nyithatom ki, tuti abban már nem lesz ekkora szerencsém, és ha sikerül ezt az egészet kivinni, elérhető lesz az útotti reward, szóval izgalmas hetek elé nézünk, meg kell hagyni. Az ikonok is megjelentek tegnap, Gullit 97-es ratinggel rendelkezik szerintem, így ha ő kerül tényleg exchange-be, nagyon drága fog lenni a kiváltása. Egyébként meg tök jól néznek ki, személy szerint pedig Roberto Baggio-t nézném meg, Wirtz helyett a csapatomban. Amint várható volt, Ronaldo lett a Team of the Year 12. játékosa. Én egy kicsit őszintén csalódott vagyok, szerintem Harry Kane jobban megérdemelte volna ezt a címet idén. Persze az is benne van a pakliban, hogy most látjuk utoljára Messivel együtt Ronaldo-t a Team of the Year csapatában, szóval ezeket a pillanatokat igazából ki kéne használni, és mi, foci szurkolók, örülni ennek. Következő. Lunar Event a láthatáron, holnap hajnalba érkezik is az FC Mobilba, állítólag kéthetes mellékevent lesz a Totti mellett. A főjátékosok itt lennének, tudni illik róluk, hogy mind a sárkány évébe születtek, igazából a Lunar Event ezt ünnepli a sárkány évét, és aki kinyitja a pelét, majd a szerencséjéből egy picit nekem is adhat. A mainben van ez a fajta bankszekció, erre kicsit később rátérünk, daily questekre épül az egész, 5 darabot kell naponta ebből kivinnünk, és cserébe kapunk event pontokat, illetve Star Pass kreditet is. Az, hogy FIFA pontot is, az egy kicsit még kérdéses, ezen felül kapunk egy úgynevezett sárkánypróbát, különböző skill game-eket, mérkőzéseket kell kivinnünk különböző pontokért, coinokért és mi egyebek. Nyilván ezért jutalmak is fognak járni, a csomagon kívül itt nincsen semmi értelmes dolog, vagyis minden vágyom ezeket az emótokat, illetve ezt a csodás Manchester City-s mezt kiszedni. Különféle burkolatok is elérhetőek lesznek, ez alapján tudunk napi jutalmakhoz hozzáférni. 5 darab Lunar pont és 10-től 100 ezer zsetonig terjedő zseton mennyiség. Komolyan mit is vártunk volna a drága EA-től nem tudom, viszont ha sikeresen kivisszük a sárkánypróbát, egész jó jutalmakat kapunk. 2 darab Ultra Pack és 100 darab Lunar pont, viszonyításképpen 150 darab pontért lehet kapni egy ingyenes Mascheranót, de mindjárt megnézzük ezt. A jutalmainkat elkölthetjük egy úgynevezett sárkány útvonalon is, a kép illusztrálja ezt, viszont vannak olyan problémák, hogy egyes jutalmakért gemet vagy FIFA pontot kell fizetni, szerintem ez senkinek sem tetszik, nem tudom miért csinálta ezt így az EA. Sokkal értelmesebb dolog szerintem elkölteni ezeket a pontokat a képen látható reward szekcióban, Mascheranót semmiképpen ne hagyjátok itt, és utána lehet kísérletezni, hogy melyik a jobb jutalom. Végül pedig, most már szokáshoz híven, kapunk egy Zodiac boxot, ahol egy ticketért, melyet 100 darab pontért lehet átváltani a reward szekcióban, lehetőség van 12 darab játékos közül nyitni, minden játékost kizárólag csak egyszer lehet kinyitni, írja is, hogy no duplicate. Ez azért jó, mert 12 darab ticket segítségével meg lehet szerezni a 95-ös Fodent a Manchester City-ből. A kérdés az, hogy ezt a 12 darab tokent ingyen meg lehet-e szerezni, mert ha igen, akkor egy egész szép gesztus láthatunk az EA-től. Egyébként Foden statisztikái így néznek ki, 94-es futás, 91-es shooting, 90-es passzolás és 100-as cselezés, emellett 5x4-es weak foot-tal rendelkezik, gondolom magas a staminája, illetve a cselező képessége is, 5x5 csillagos. Nagyon-nagyon örülnék, ha be tudnám szerezni, majd meglássuk, amikor kijön az event, hogy mik rá az esélyek.
Végül pedig Player of the Month exchange-ek is várhatóak a frissítéssel, minden ligából egy-egy játékost választott ki az EA, akik érdemesek erre az elismerésre. Gondolom nem lesz nehéz kirakni őket, és akik tematikus csapatokat építenek, azoknak ezek a játékosok majd jól jönnek, de egyébként szerintem nem fognak statisztikákban nagyon extrát mutatni. A mai videóban ennyit szerettem volna, remélem, hogy informatív tudtam lenni, kíváncsi vagyok, hogy játékban hogyan fognak mutatni ezek az újítások, és akkor találkozunk a következő videóban. Vigyázzatok magatokra, és sziasztok!